Rákóczi Ferivel, az ismert rádiós műsorvezetővel együtt próbálták ki először a gyerekek az MVM pályázatán nyert okos bútort a szekszárdi első Béla gimnázium udvarán. A kemény fából készült fedett, így esőben is használható, padokkal felszerelt és napelemmel működő bútor nem csak világít, de mobiltelefont is lehet vele tölteni. Az MVM pályázatának köszönhetően az ergonomikus okos bútorokra az ország iskolái és egyetemei pályázhattak. A szekszárdi első Béla gimnáziumból az ott tanuló Csizmazia Dórának jutott eszébe, hogy megpróbálja megszerezni az iskolájának a bútort. A feladat az volt, hogy levélben foglalja össze, miért lenne nekik igazán hasznos a berendezés. Több helyről hallottam, hogy milyen jó ötlet ez a pályázat, hogy az iskoláknak megírtuk ezt a pályázatot, amit beadtunk az igazgatónőnek, ő pedig nagyon nagy örömmel fogadta tőlünk ezt a kis fogalmazást. Két héten belül pedig érkezett az eredmény, hogy megnyertük ezt a kockát. Nagyon örültünk, hogy maradandót tudtunk úgymond alkotni iskolánk számára, és azért is nagyon fontos, mert iskolánk örökös ökoiskola tavaly szeptember óta, illetve nagyon fontos iskolánkban a geoinformatika, és ez szinte mind a kettőt ábrázolja, hiszen teljesen zöld energiával működik, illetve ugye eszközeink töltésére is alkalmas. Egy pillanatra elkanyarodva a pályázaton nyert okosbútortól érdemes szót ejteni az előbb Dóra által említett az első Béla gimnáziumban folyó geoinformatikai képzésről. Ebben az iskolában már évek óta folyik geo, vagyis térinformatikai képzés. Ennek során a diákok a legkorszerűbb robotokkal, vagy például 3D-s nyomtatóval is dolgozhatnak. A navigációs rendszerek fejlődésének és az okos eszközök terjedésének köszönhetően az informatikának ez az ága egyre meghatározóbbá válik, és a korszerű számítástechnikai képzés egyik legfontosabb eleme. De nem csak az informatika oktatás folyik különösen korszerű keretek között ebben az iskolában. A tantermekben található digitális tábláknak és projektoroknak köszönhetően ugyanez mondható el például az idegen nyelvi órákról is. De kanyarodjunk most újra vissza az okosbútorhoz. A megnyeréséhez szükséges pályázat összeállításában ugyanis két diáktársa is segített Dórának. Egyikőjük a gimnázium kollégiumában lakik. Ő azt mondja, különösen örül az okoskockának, mert a többi tanulónál lényegesen több időt tölt az iskola falai között. Magyar tanárunk felajánlotta az osztálynak, hogy részt vegyünk ebbe a pályázatba, és hát végül én voltam az, aki feltette a kezét, hogy szeretne jelentkezni. Mivel én is kollégista vagyok, így a hetem nagy részét itt töltöm. És ez alatt az egy év alatt, amit itt töltöttem a gimnáziumban, én úgy láttam, hogy a diákok is örülnének egy ilyen okos bútornak. És mivel sok tanuló kollégista, ott is körbe lett kérdezve, hogy ki az, aki örülne egy ilyennek. És nagyon sokan azt mondták, hogy örülnének neki, mert a szünetben, amíg kijöhetünk, le tudnának ülni, beszélgetni, telefont tölteni, és valahogy talán jobban építenek kapcsolatokat a diákok között. A hagyományos magyar nyelv és irodalom oktatás mellett a szekszárdi első Béla gimnáziumban a diákok a színészet fortéjaiban is elmélyülhetnek, az iskola színjátszókörének köszönhetően. Arra születtem, hogy felnőtt is legyek. És
És most újra térjünk vissza a néhány napja az iskola udvarát díszítő okoskocka megszerzéséhez. Ehhez ugyanis arra volt szükség, hogy a pályázatot író három diáklány felossza egymás között a munkát. Volt, aki az ötletekért felelt, és volt, aki a szöveg megírását és stilizálását vállalta. Már az elején, amikor a magyar tanárom behozta ezt a pályázatot, én nagyon megörültem a lehetőségnek, és azt gondoltam, hogy én mindenképpen élni szeretnék ezzel, mert hát ki ne örülne egy ilyen gyönyörű bútornak az iskola udvarára. És már hazamentem, és egyből elkezdtem írni a pályázatot, és teljesen belemerültem ebbe a témába. A lányok összehangolt munkáját a pályázatot kiíró MVM-nél is díjazták, így az országban kihelyezett négy okos bútor közül egy a szekszárdi első Béla gimnáziumba kerülhetett, amit az ott tanuló diákok azóta már nap mint nap használhatnak is.